Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Rinkréka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Civil véradás. 10. alkalommal rendezték meg az eseményt. Véradás. Egyszerűen segíthetünk másoknak. Beismerő vallomást tett. A szexádi járás bíróság ítéletet hozott. Filmvetítés és könyvbemutató. Német nemzetiségű áldozatok történetét mesélték el a kitelepítés időszakáról. 10. alkalommal szervezett civil véradást a Dunamenti Polgári Egyesület Szexárdon. A programsorozatban évről évre egyre többen vesznek részt. A héten két alkalommal, hétfőn és pénteken tartottak civil véradást Szexárdon. Berta Zoltán kiemelte, a véradással embertársaink életét mentetjük meg. Tudni kell, hogy a vér semmivel sem pótolható. Ez a mi adottságunk, ezzel tudunk mi másokat segíteni, ez más úton, módon elő nem állítható. Ezért is fontos az, hogy folyamatosan propagáljuk azokat, akik még adhatnak koruknál, egészségi állapotuknál fogva, azokat próbáljuk meg elérni, buzdítani arra, hogy ők is csatlakozzanak a véradók népes táborához. Az elnök úgy látja, a vállalkozó kedvűek mindkét napon szép számmal jelentek meg. Ami nagyon nagy öröm számomra, hogy hétfőn is nagyon sok fiatalt láttam, egyik szakközépiskolából 18. évüket betöltöttek, nagy számban érkeztek, de ma is látok fiatalokat. Fontos, hogy minél több első véradó legyen, tehát már a fiatalokat is bevonjuk ebbe, hiszen majd utána belőlük lesz az, aki évtizedeken keresztül jöhet és adhat vért. Hát mivel buzdítanám, tehát egy tűszúrást azt hiszem mindenki tud, hogy milyen, igazából egy véradás az körülbelül ennyivel jár. A résztvevők közül többeket is az motivál, hogy másokat megmentsen. Az első véremet az föl is használták, és meg is mentettek vele egy életet, szóval fájdalmas, amikor megbötnek, de alapból jó. Az eseményt civil szervezésben legközelebb ősszel tartják meg, azonban véradásra különböző intézményekben, Tolna vármegyékben minden héten lehetőség van. A véradás segíthet más emberek egészségének javulásában, de akár életet is menthet. A témáról kérdeztük a lakosságot. A vér nem pótolható élőanyag. Sok rászoruló gyógyulásához járul hozzá az emberek rendszeres véradása. Ez egyszerű, hát azért, hogy másokon segítsünk, gondolom én, mert hát egy létfontosságú. Például itt volt, nem most már ez a pörbői baleset, sorba álltak vért adni, mert azzal mentették, még még akit meg lehetett, ugye, hát ez ilyen dolog. Vannak, akik bár szeretnének, de különböző egészségügyi okok, például a magas vérnyomás miatt nem tudnak segíteni másokon. És ugyan én nekem is jó a vérem nullán, de én még nem adtam egyszer, mikor akartam adni, fölment gyorsan a vérnyomásom. Nem tudtam adni, de viszont nagyon jó. Én azt mondom, mindenkinek ajánlom, aki tud, adjon is vért, mert muszáj, hogy az embereket megsegítsük, hogy tényleg ne halljanak meg. Mások a terhesség miatt hagyták félbe a véradást. Hát én nagyon félek amúgy tőle, pedig tudom, hogy milyen érzés, de úgy nincs vele probléma. De nem, időközt nem tudok mondani, mert amikor tudok, akkor megyek, tehát egy gyerek mellett azért nem egyszerű. Első véradás esetén 18-60 év közötti személy számít alkalmasnak. Rendszeres véradás 65 éves korig, kivizsgáló orvos engedélye alapján e fölött is engedélyezett. Most rövid híreink következnek. A dombóvári rendőrök a város bevezető szakaszán a 61-es főúton ellenőrizték azt a helyi kerékpárost, aki jó indulatlan sem volt vezetésre képes állapotban, amikor megállították. A közlekedő biciklén sem elől, sem hátul nem volt világítás. Az ellenőrzés során megerősödött az egyenruhások gyanúja, hogy a 35 éves férfi nincsen vezetésre képes állapotban, ezért szondát fújattak vele, mely igen magas értéket mutatott. Mikor a rendőrök kérdezték tőle, hogy mit keres késő este részegen kivilágítatlan kerékpárral a főúton, azt mondta, hogy csak alkoholt vásárolni indult otthonából. Tolnán a művelődési központban tartottak megbeszélést a vármegyei értéktárak képviselői. Ezen szervek legfőbb feladata, hogy saját településükön feltárják és megismertessék a múlt értékeit, hagyományait, emellett hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez és a társadalmi összetartozás erősítéséhez is.
Múlt hét pénteken egy férfi súlyos balesetet szenvedett Tolnavár megye egyik útszakaszán. A rendőrök a helyszínelés során több zsáknyi fogyasztási dohányt találtak a sérült járműben, majd később a lakása átkutatásakor a szekrényekben is ukrán, szerb, török, makedón zárjegyes cigarettát találtak, továbbá 7 kg ismeretlen eredetű fogyasztási dohány is előkerült. Az egyenruhások a több, mint 4,5 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták. Üzletszerűen elkövetett csalás vétségében hozott ítéletet a Szekszárdi járásbíróság. A vádlott összesen 133 az ország különböző pontján lakó sértettet ejtett tévedésbe, és összesen több mint 1 millió forint kárt okozott nekik. A fiatal férfi elsősorban műszaki cikkeket, számítógépes játékokat, valamint ruhanemüket és cipőket kínált eladásra úgy, hogy valójában ezekkel a termékekkel nem rendelkezett. A sértettek a vételárat, a szállítási költséget, illetve az előleget a vádlott által megadott számlaszámra előre utalták. De előfordult, hogy saját maga számára választott ki eladásra meghirdetett műszaki cikkeket különféle oldalakról, melyek vételárát az általa hirdetett termékekre jelentkező sértettekkel fizettette ki, ilyenkor a magának kiválasztott termék eladójának a számlaszámát adta meg a saját számlaszámaként, így a valótlanul meghirdetett termék vételárát arra utalták a megkárosítottak. A dr. Andódi Lászlóné képviselte a vádat az ügyészség részéről, a kirendelt védelmet pedig dr. Blatt Pál képviselte. Előbbi hivatkozva a 80 oldalas vádiratra, mely 133 rendbeli csalást tartalmaz, elmondta, hogy a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő visszaeső vádlott beismerő vallomása enyhítő körülménynek számít, illetve a hatóságokkal való együttműködése is, melyben mindkét fél egyetértett. Az ismert tényállás alapján hozott ítéletet a bíróság. Bűnös 133 rendbeli csalás vétségében. Ezért a bíróság halmazati büntetésű 2 év szabadságvesztésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház. A bíróság megállapítja, hogy vádlott a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlottal szemben 537.555 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az elkövető nem járult hozzá, hogy róla hang, illetve képi felvételt készítsünk. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 2024. január 1-ével változott a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek környezetszennyezési felelősségbiztosításra vonatkozó előírása. A pénzügyi biztosíték a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló rendelet szerint minimális felelősségbiztosítási limitek kerülnek meghatározásra. 6 millió forint működési támogatást biztosít az önkormányzat 2024-ben a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az összeget két program finanszírozása is indokoltá teszi. Az egyik az egyesület fennállásának 150 éves jubileumi ünnepsége május 4-én, amit a Vármegyei Flórián napi rendezvény részeként tartanak meg, illetve a május végi lánglovagok és katonai hagyományőrzők találkozója is kiemelkedő eseményé nőtte ki magát az elmúlt években, ezért a település idén is igyekszik támogatni a rendezvényt. Bonyhád polgármestere Filóni Ferenc Ibolya köszönetet mondott az önkénteseknek példaértékű szerepvállalásukért, majd átnyújtotta Miklós Roland elnöknek a támogatási szerződést. Tóth Emil, a Sárrét Kft. Ügyvezetője szerint ez az idei év sokkal nehezebb lesz az agrárszektornak, mint az előző kettő. A szakember szerint a jelenlegi tervezhetetlen helyzetben arra sincs esély, hogy a növénytermesztők legalább nullára kihozzák a mérlegüket. Emellett úgy látja, hogy amíg nem kezdenek el emelkedni a terményárak, az uniós támogatás lenne a gazdák számára az egyetlen megoldás. A magyarországi németek kitelepítése egy olyan történelmi esemény, ami mélypontot hagyott a nemzetiség tagjain és a külső szemlélőkön is. Erről emlékezett meg a Sád György Népfőiskola rendezvénye a Mözsi Művelődési Házban. A film forgatását 15 évvel ezelőtt kezdték el bármiféle külső támogatás nélkül. A cél már akkor is az volt, hogy ha bár a készítők maguk nem német nemzetiségűek, külső szemszögből mutassák be azokat, akik részesei voltak ennek a történelmi eseménynek.
A Schwab keringőben beszélgetéseket láthatunk azokkal, akik megosztották történetüket a kitelepítésekről. A filmnek két célja volt, egyrészt ezt az eseményt, ami eléggé titkolt volt, nagyon sokáig Magyarországon. Ezt megismertessük, nem a német nemzetiségű emberekkel, hanem mindenkivel, tehát egy szélesebb réteggel. Mert mi a történelem tanulásunk során erről nem tanultunk. A Menschen in der Geschichte című kötet olyan személyek irataiból készült, akik megélték a németek kitelepítésének időszakát. Voltak, akik kifejezetten erről írtak, azonban voltak, akik a Málenki robotról meséltek, vagy családjuk története előtt tisztelektek. Egyfelől az volt a fontos, hogy ezeket rögzítsük. Ugyanis itt nagyon idős emberekről van szó, ugye, ha csak egy picit visszagondolunk, tehát ezek a 30-as, 40-es évek, tehát lassan 80-90 éves ember. Tehát, hogyha most nem kérdezzük meg, akkor ezt mi már nem tudjuk megkérdezni, és nem tudjuk, hogy hogyan éltek, mit éltek meg, ez nekik milyen érzés volt. Ezek mindenféleképpen szubjektív történetek, szubjektív szempontból elmesélve. Tehát az, hogy neki ez milyen trauma volt, fölkelni éjszaka, és utána menekülni kellett, ezt senki más nem fogja tudni elmondani, csak az, aki megélte. A program sorozat azonban még közel sem ért véget, hiszen az érdeklődőknek márciusban is kínálnak rendezvényeket. Igaz, merőben más történelmi eseményekről. Regionális híreink következnek. Újabb útfelújítások indulnak Pécsen. 17 utcában lesz új burkolat tavasz végéig. Tudományos konferencia. Kopa Jánosra emlékeztek. Hamis áruktól az adózásig. Iskolásokkal ismertetik meg a NAV feladatait. Elindultak az útfelújítások Pécsen. Várhatóan május végéig 17 utcában újul meg a burkolat. A munkálatokra saját forrás áll rendelkezésre. Kilazult kövek, hiányzó darabok az útborításból, így néz ki jelenleg a Pécsi Vince utca. A lezúduló víz és a megnövekedett autóforgalom tönkretette a burkolatot. Tavasszal felújítás kezdődik itt, mondta stábunknak a város alpolgármestere. A Vince utcának ugye teljes alsó részhelyreállítása van, tehát maga az alapok és a járdarészeket is megvizsgálják a kivitelezők. Azt gondolom, hogy ez lesz a leghosszabb. Értelemszerűen lakossági közlekedés miatt visszaállítjuk az eredeti közlekedési rendet a Biokommal együtt erre az időszakra, és egy sokkal teherbíró Vince utca alakul ki, mind a járdák, mind az út területén. Ez márciustól, hát az igazság, hogy ez május végéig biztos, hogy el fog tartani a jelenlegi kivitelezői beesések szerint. Tehát itt egy teljes rekonstrukciót várunk. A Vince utcán kívül három ütemben több helyen újul meg a burkolat Pécsen. A munkák ezen a héten kezdődtek. Itt az a lista látható, amely a felújításba bekerült utcákat tartalmazza. 17 helyen összesen 5,3 km burkolat felújítását végzik el tavasszal. Ez teljesen saját forrásból. 846 millió forint, tehát ugye ennek nagyon lényeges rész, hogy a város törekszik arra, hogy azokat a városüzemeltetési feladatokat, amelyeket elvárnak tőle, amikor nincs uniós forrás, saját erőből csinálja meg. Ugye múlt kedden döntött a közgyűlés, igen, a költségvetésről, és értem szerint ezek a forrásokon szerepeltek benne. A közbeszerzés meg mint lefolytatása került tavaly, ezért így gyakorlatilag az aláírása és a végrehajtására semmi akadály nincs. Lesz olyan helyszín, ahol nem a burkolat újul meg. Itt például a 6-os úton kanyarodó sávot alakítanak ki jelzőlámpával. Így könnyebben megközelíthető lesz az Ürögi út. Tudományos konferencián emlékeztek meg Kopa János kaposvári idegsebészről. A szakmai programokon az idegsebészet múltja és jelene is téma volt, emellett a professzor társadalmi szerepvállalásáról is beszéltek a résztvevők. A Kaposi Mór Oktatókórház mindig is büszke volt azokra az orvosaira és dolgozóira, akik tudományos kutatómunkájukkal hírnevet szereztek az intézménynek. Róluk a mai napig rendszeresen megemlékeznek, mondta köszöntőjében Incefi István főigazgató a Kopa Jánosról elnevezett tudományos konferencián. Mi elhivatottak vagyunk, hogy példaképeinket és iskolát teremtő elődeinket, a mentorainkat kellő tiszteletben részesítsük, és tudományos fórumokon emlékezzünk meg pályafutásokról, szakmai sikereikről, az elért eredményeikről, életútjukról. Bemutatva azt, hogy tanításainkat tovább visszük, és felhasználjuk a jövőbeni szakmai fejlődésünk bázisaként.
büszkeséggel tölt el minnyájunkat, hogy önálló tudományos fórumoknak témát szolgáltató kórháztörténettel, azt tevékenyen formáló, kiváló személyiséggel bíró neves elődökkel rendelkezik. Kopa János idegsebész, elmegyógyász már az egyetemi évei alatt tudományos munkába fogott. 1956 őszén kezdte meg a harmadik évfolyamot Pécsen, ahol a forradalom első napjaiban megválasztották a Rozsos István vezetésével újonnan megalakult egyetemi zászlóalj egyik szakaszparancsnokának. Nem sokkal ezelőtt emlékeztünk meg Rozsos István professzor úrról, és itt kötődik össze a két ikonikus alaknak az életvonulata az 56-os forradalom kapcsán. Tulajdonképpen miből is állt, ami itt a szlájdon föl van tüntetve. Tehát Rozsos István volt a forradalmi ifjúsági tanács vezetője, Kopa János pedig zászlói parancsnok. Na most nem csináltak semmit, tehát a lényeg pont arról szólt, és ez egy közös vonulat volt, ne legyen vérontás. Több száz tudományos előadást tartott, publikációi külföldi szaklapokban és könyvekben is napvilágot láttak. Bekerült mind a Magyar Tudományos Akadémia köztestületébe, mind a Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségébe. 2010-ben az ő elnökletével alakult meg a Rotary Klub Kaposvár, mely a magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzését, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítését és ápolását tűzte ki célul. A Kaposimor Oktatókórházban több mint 40 évig tevékenykedett, gyógyított. Olyan gyerekkori történetek voltak, hogy az ember nem csak az apára nézett fel büszkén, hanem arra, hogy fú, hát és akkor őt behívják, és akkor jön, és akkor operál, és hú, és akkor ott életeket mentenek, és ez milyen jó. Aztán persze a természet, meg a vadászat, az is engem rettenetesen magával ragadott, és még vívódtam is sokáig rajta, hogy a kettő közül melyik legyen a végleges pályaválasztás, de abban is az ő segítsége volt azon. Nem szólt bele, de mondott egy olyan mondatot, amivel eldöntöttem, hogy nekem merre kell tovább mennem, úgyhogy így lettem én is orvos. A Kopa Jánosról elnevezett tudományos konferencián Csák János kulturális és innovációs miniszter arról beszélt. Kopa professzor életműve nem csak az intézménynek adokott büszkeségre, hanem minden magyarnak. Mindannyian óriások vállán állunk. Bármi is legyen a foglalkozásunk. Az élet bármely területén tevékenykedjünk, óriások vállán állunk, akik előttünk kitaposták az utat, és ahogy itt hallottuk, Kopa professzor úrnak az életműve, az egy olyan talpazatot ad ennek a kórháznak, illetve az idegtudománynak, idegsebészetnek az egész országban és a határon túl, amire érdemes építeni. A konferencia végén egy emléktáblát is avattak az idegsebészet előterében, a 2020-ban elhunyt Kopa János tiszteletére. Hogyan ismerhetjük fel a hamis árukat? Miben segíthetnek a kutyák a pénzügyőröknek? Mit jelent a bruttó és a nettó adózásnál? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak azok a gyerekek, akik részt vesznek a Baranyai NAV iskolai programján. Az előadó az adóhivatal munkájával ismerteti meg a fiatalokat. Rácsatolja a kutyavezető a mellényére, és akkor hajókon le tud menni akár a raktérbe, vagy motortérbe. Hogyan segítik a kutyák a pénzügyőrök munkáját, például a mohácsi kikötőben, ahol az országba belépő vagy kilépő hajók átvizsgálásában veszik hasznát a négylábúaknak? Erről beszél éppen a NAV baranyai sajtóreferense. De az adóhatóság más feladatai szóba kerültek az iskolai előadáson, ahol nyolcadikosok ismerkedhettek meg a NAV-hoz kapcsolódó feladatokkal. Nekem ugye tetszett, mert olyan dolgokra is rávilágított a hölgy, hogy majd felnőtt korunkban ugye alkalmaznunk kell, és már jó ilyen idős korunkban is megtanulni, mert hát soha nem lehet korán kezdeni, mert már lassan tényleg itt van a felnőtt kor. Bekötött szemmel még úgynevezett szimattesztet is csinálhattak a gyerekek, hogy megtudják, nekik vagy a kutyusoknak jobb-e a szaglásuk.
A Baranyai NAV már évek óta tart ehhez hasonló tájékoztató előadásokat fiataloknak. Idén lesz 15 éves a diákprogramunk, tehát a megyei igazgatóság kollégái 15 éve kezdték el ezt a programot. Ebben az évben a hamis termékekkel, illetve az internetes kereskedelemben, illetve az adózási alapismeretekkel látogatjuk meg az iskoláknak az osztályait. Most ebben az osztályban az adózásról játékosan téma volt a fővonulat. Ennek keretében számoltunk személyi jövedelemadót, foglalkoztunk az adathalász e-mailekkel, SMS-ekkel, visszatértünk egy kicsit az eredeti hamis termékek felismeréséhez, foglalkoztunk a pénzügyőr kollégák tevékenységével, illetve a négylábú kollégákra is felhívtam a diákoknak a figyelmét, és az óra végén egy szimatteszttel is megnézhették a diákok, hogy kinek jobb a szaglása, egy szolgálati kutyának, vagy esetleg ő neki. A Baranyai NAV diák programján keresztül már több ezer tanulóhoz jutottak el fontos információk az adózással kapcsolatban. A hivatal feladatainak megismertetésén túl a program célja, hogy megismertesse a fiatalokat a tudatos adózás alapjaival, illetve az elektronikus ügyintézés hasznosságával is. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Civil véradás. 10. alkalommal rendezték meg az eseményt. Véradás. Egyszerűen segíthetünk másoknak. Beismerő vallomást tett. A szexádi járás bíróság ítéletet hozott. Filmvetítés és könyvbemutató. Német nemzetiségű áldozatok történetét mesélték el a kitelepítés időszakáról. Szombaton is sok felhő lesz felettünk, azonban a Dunántúlon napközben szakadozottabbá válhat a felhőzet. A déli délnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A csúcsfőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan felhős idő, hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Hajnalban párássá, ködössé válhat több helyen a levegő, napközben pedig elszórtan alakulhat ki eső, zápor. A déli esztél több helyen élénk, északnyugaton erős lehet. Délután 11-17 fok valószínű. Hétfőre már több napsütésig érkezik, de helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A dél-dél-keleti szél továbbra is sok helyen lesz élénk, erős. A csúcsfőmérséklet már 13 és 19 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!